mit weiser Hand. Lasst uns einer Vaterkrone schirmen wieder jeden Feind. Innig bleibt mit Habsburgs Throne Österreichs geschickt. Pest, Buda. A múlt század 60-as évei. Az iparosodás, a gazdagodás, Deák Ferenc, Andrássy Gyula, Tisza Kálmán kora. 1848 szelleme frázis csupán. Mindennél fontosabb a polgári jólét. A nép változatlanul él évszázadok óta. Sőt, a 60-as évek derekán az egymást követő ínséges esztendők fokozzák nyomorúságát. Szaporodnak a bűnesetek, szaporodnak a nyomorból való kétségbe esett kitörési kísérletek. A hatalom könyörtelen. A betyárokat, a szegény legényeket keresi mindenütt. Ők az aktív ellenállás utolsó képviselői. Bűnözők a hivatalos közvélemény szemében, szabadságharcosok a népdalaiban. 1869-ben Rádai Gedeon grófot különleges hatáskörrel kormánybiztossá nevezik ki. Feladata vagyonbiztonságot teremteni. Főcsapása a szegény legényekre irányul. 'Eszközeiben nem válogat.
Ők azok? Az ura és a fia? Igen. Na tessék jönni. Álljon meg itt. Vannak magának hozzátartozói? Vannak. Szülei? Azok. Ne csodálkozzon, ha nem fogják magát többet látni. Nem csodálkozom. Nem csodálkozik? Nem. Miért nem? Mert maguk az olyan embert nem nagyon szeretik, amilyen én vagyok. Négy nyelven beszélek, és elég sokat jártam külországban. És maga csempészte be Kossuth iratait, még annak idején? Fiatal voltam. Igen, fiatal volt. Most elmehet.